Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm itt a stúdióban Vicma Mihályt, a Somogy megyei közgyűlés alelnökét. Szervusz, köszöntelek. Szervusz, jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket is. Van újabb téma, ami a megyét érinti, illetve akár a településünket is egész pontosan, hiszen nagy átalakítások lesznek az önkormányzatoknál. Ezt már érintettük legutóbbi beszélgetésünk alkalmával, de most már konkrét tények is vannak. Kezdjük először is a megyével. Ha jól tudom, akkor minden megyei intézményt elvisz az állam, ez így helyes? Talán a mondat retorikájával vitatkoznék egy kicsit. A lényege a dolognak az, hogy a megyei önkormányzatok országos szövetsége és a kormány, illetve a miniszterelnök úr az elmúlt hetekben egy megállapodást hagytak jóvá közösen, amelynek a lényege az, hogy a megyék által fenntartott intézményeket nagy valószínűséggel a jövőben, de hát most még minden csak opció és minden egy feltételes módban irandó, illetőleg közlendő dolog, hiszen majd a törvény az valamikor az ősz folyamán kerül a tisztelt ház elé. Ennek a megállapodásnak a lényege az, hogy az intézmények azok átkerülnek valóban az államhoz, jobbára az államhoz, egyébként lesz, ami a megyeóvárosokhoz kerül át, és a megyéknek mondhatnám úgyis egy teljesen új víziója, egy teljesen új feladat és szerepköre, feladat és hatásköre fog kibontakozni az elkövetkendő időszakban, egész pontosan 2012. január 1-től, amikor majd az új önkormányzati törvény hatályba lép. Ezzel azt is próbálja az állam úgymond konszolidálni azokat a, illetve nem azokat, hanem az összes megyéket, akik ugye nagyon rossz helyzetben vannak, hiszen gondolom nyilván akkor, hogyha elvisznek mindent, mármint úgy értve az intézményeket, amik ugye felhalmozzák az adósságot, gondolom akkor ezáltal konszolidálják a megyéket is. Nyilván ennek a megállapodásnak az alapja az pontosan az volt, hogy az utóbbi években ugye a megyéktől is, településektől is, eleve az önkormányzati szférából folyamatosan forrás kivonás jellemezte a megyék, illetőleg a települési önkormányzatok működését is. Az állam ledelegálta, csúnya magyarsággal fogalmazva, az állami ellátandó feladatokat, ezek közül egyre többet az önkormányzatokhoz. Ezzel szemben az elmúlt 20 esztendő, vagy 21 esztendő, most már 90-es rendszerváltozás óta az arról szólt, hogy az önkormányzatok által ellátandó feladatok folyamatosan növekedtek, az ezek mellé úgymond allokált források viszont folyamatosan csökkentek, tehát egy fordított arányosság volt megfigyelhető. Ezt mi sem bizonyítja jobban, és ez minden kormányra igaz volt, félreértés ne essék, akár jobb, akár baloldali kormányok irányították az országot. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az úgynevezett önhikis támogatások halmaza vagy nagyságrendje a központi költségvetésben folyamatosan növekedett. Ezzel, mint egy az állam, a mindenkori kormányzat egy önigazolásként beismerte azt, hogy az elvont források következtében valóban önhibájukon kívül az önkormányzatok olyan hátrányos helyzetbe kerültek, ami miatt támogatásba kell őket részesíteni. Tehát ez a bizonyíték erre. Idén egyébként soha nem látott mértékű több mint 30 milliárdos forrás áll rendelkezés az önkormányzatoknak pontosan ezen feladatok ellátására az önhikis támogatások formájában. Gyakorlatilag azt kell látni, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor akkor megtörtént a rendszerváltás, az akkori MDF kormánynak viszonylag rövid ideje volt arra, hogy egy új közigazgatást, államigazgatást, illetve önkormányzati struktúrát, önkormányzati szektort kiépítsen. Ezt akkor meg is tette, és nagy valószínűséggel nyugodtan mondhatjuk, hogy az akkori kihívásoknak ez meg is felelt, azóta azonban eltelt az idő. A történelmi pillanatok is megváltoztak, és mondhatom azt, hogy gazdasági és társadalmi jelentős változások következtek be. Gazdaságban akár a világválságot nyugodtan említhetjük, illetőleg a folyamatosan nehezedő gazdálkodási helyzetet, nem csak Magyarországon, hanem az egész világban ez megjelenik. Társadalomban is, Magyarországon hát a folyamatosan fogyó lakosság, demográfiai problémák és válságjelek mutatkoznak, és mutatkoztak az elmúlt 20 évben végig, tehát ez egy tendenciózus folyamat volt. És önmagában, mivel 20 esztendő elég nagy lépték ahhoz, akár egy emberöltő esetében is, ugyanúgy, mint egy állami struktúra rendszer, vagy egy állami önkormányzati szféra tekintetében is, elég hosszú időtartam ahhoz, hogy egy kicsit újrafésülve, átgondolva, mindenféleképpen újra kellett volna gombolni ezt a kabátot. De így, hogy az önkormányzatok 20 év távlatából egyértelműen bebizonyították, hogy ezzel az úgynevezett normatíva finanszírozásos rendszerrel, amely egyébként teljesen igazságtalan az önkormányzatok számára, nem tudják biztosítani nemhogy az önként vált feladatok sikeres ellátását, hanem a kötelező feladatok ellátását sem. Ezért ez a rendszer most van az utolsó
tűrőképességének a határán, az utolsó fázisában ennek, tehát összeroppanás előtt van, hiszen minden önkormányzat azért, hogy a folyamatos forráskivonást valamivel finanszírozni tudja, ingatlanokat ért fel, ingatlanokat értékesített, hiteleket vett fel, kötvényeket bocsátott ki, és hát valamivel próbálta húzni az időt. De előbb-utóbb ez a pillanat a végéhez érkezik, vagy ez a pillanat eljön, és ez most be is következett. És én úgy gondolom, hogy egy kétharmados felhatalmazású kormánnyal most nem csak a politikai bátorság, hanem talán a politikai erő is megvan ahhoz, egyébként független attól, hogy milyen színű lenne ez a kormány, hogy ezeket a változtatásokat útjára indítsák. És valóban arról van szó, hogy a klasszikus értelembe vett fenntartói szerepkör az meg fog szűnni az intézmények esetén. Jól működő nyugati példák kerülnek integrálásba a magyar önkormányi törvénybe, az önkormányzati rendszerbe is. Említhetnénk Ausztria példáját, és valóban a klasszikus értelembe vett intézmény fenntartói szerepkör megszűnik. Talán még egy mondattal kiegészítve ezt a számok talaján igazolva, az önkormányzati rendszernek a teljes eladósodottsága jelen pillanatban valamivel több mint 1400 milliárd forint. Az 1400 milliárd forintból a megyei önkormányzatok eladósodottsága mindösszesen 130 milliárd forint. Tehát mondhatjuk azt, hogy kevesebb, mint a 10%-a. Tehát ez volt az a rendszer, amellyel egy profiltisztítást a kormány úgymond viszonylag gyorsan végre tudott hajtani, hiszen a 130 millió forintot valóban konszolidálni tudja. Tehát erre van neki lehetősége és erőforrása, és ennek az alkunak, ami pontosan ennek a megegyezésnek, ami a miniszterelnök úr és a megyei vezetők között megszületett, a megyei önkormányzatok országos szövetségének egyébként pontosan a Somogy megyei közgyűlés elnöke, a társelnöke, Gerencsi Attila úr. Ennek a megegyezésnek az volt a lényege, hogy megtörténik az anyagi konszolidáció az önkormányzatnak, ezzel szemben minden megye esetében, ezzel szemben az állam magához veszi az intézmények fenntartásának szerepét, egy megújuló formában természetesen, és új víziót, új lehetőséget nyit meg a megye számára. Hát most körülbelül itt tartunk, kezdenek körvonalazódni a konkrétumok is, a végleges forma pedig ősszel kerül elfogadásra. A Somogy megyei önkormányzatot mennyiben érinti ez, tehát milyen intézményei vannak a megyének, mi az, amik most elvándorolnak? Nagyon-nagyon sokféle, sok feladatot, sokfajta feladatot ellátó intézménnyel rendelkezik a Somogy megyei önkormányzat. Amikor tőlem meg szokták kérdezni, hogy, és a sajtóban is lehet olvasni, hogy most gyengülnek a megyék. Erre én határozottan azt szoktam mondani, hogy nem gyengülnek, sőt, most lesznek igazán erősek a megyék, aminek egyébként mi örülünk. Erre meg szoktam azt kérdezni, hogy mivel nekünk vannak szociális otthonjaink, sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó intézményeink, szakképzőiskoláink, gimnáziumjaink, van egy hatalmas nagy kaposimór oktatókórházunk, és még sorolhatnám könyvtár, megyei múzeum, levéltár, és még sorolhatnám, mennyiféle különféle intézmény van, aminek a fenntartásáról valóban gondoskodnia kell a megyének. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha összehasonlítjuk azt, hogy Somogy megyében van összességében 245 település, ebből körülbelül ezek az intézmények 30-35 településen jelennek meg. Melyik megye az erősebb? Az, amelyik a 30 településen tud jelen lenni, vagy az, amelyik a 245 településen tud jelen lenni? Hát én úgy gondolom, hogy az a megye erősebb, amelyik a 245 településre mindegyikre tud figyelmet fordítani, mindegyikre tud fókuszálni, és nem csak azokra elsősorban, ahol olyan feladatellátást vagy intézmény fenntartást kell biztosítania, ahol valóban ezek az intézmények működnek. És én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben, például gyermekek, gyermekotthonokban, gyermekvédelmi intézményekben, nevelkedő gyermekek esetében még a régi szóhasználat is él, hogy állami gondozottak. Hát a nevében is benne van, vagy a szociális ellátórendszerben is, hogy állami feladatról van szó. Ezeket az állami feladatokat az állam 20 esztendővel ezelőtt ledelegált az önkormányzatoknak, akkor még volt is rá forrás, viszont ugye az előbb említett forrás kivonásnak idézőjelben köszönhetően, vagy hát következtében gyakorlatilag Somogy megye is igen nehéz helyzetbe került, hiszen csak 2006 és 2010 között a Somogy megyéből 13,4 milliárd forintot vontak ki. Ezzel szemben a megye kötvényállománya 10 milliárd forint. Tehát ezt úgy is nézhetjük, hogy országos szinten is ez a tendencia megvan egyébként. Tehát a megyék vezetését úgy gondolom, hogy
semmiféle pejoratív mondatok nem kell, hogy illessék, hiszen 200 milliárdot vontak ki országosan a megyei önkormányzatok gazdálkodásából, ezzel szemben 130 milliárd az előbb általam említett hiány mértéke. Tehát ameddig lehetett, a megyék húzták, és különféle újjászervezéssel, reorganizációval, amit mi is itt egyébként országosan elsőként Somogy megyében elindítottunk, próbáltuk a költséghatékony és modern, átlátható, transzparens gazdálkodás feltételeit megvalósítani, de most érett meg a dolog, hogy a rendszer tűrőképessége idáig és nem tovább tartott, tehát változtatásra van szükség. Tehát amit még egy mondatban talán hozzáfűznék ehhez, én úgy gondolom, hogy megyék ezzel határozottan erősödtek, és valóban, amivel az emberek mindig fordultak hozzánk, akár hozzám az irodámba is számos esetben megkerestek, vállalkozók, lakosság, Somogy megyei emberek, vagy akár az utcán, vagy a különféle rendezvényeken, hogy segítsünk ebbe, segítsünk abba, segítsünk amabba. Igazából őnekik a megye soha nem az intézmény fenntartót jelentette. Talán nem is tudták. Tehát a Somogy megyei emberek talán nem is tudták, hogy a Somogy megyei önkormányzatnak milyen hatalmas intézmény struktúrát kell mozgatni és fenntartani, és 4000 alkalmazottról kell gondoskodnia. Ami egyébként nagyon fontos, csak ez mellett, a feladatkör mellett valóban nem volt területfejlesztésre, energetikára, gazdaságélénkítésre, befektetés ösztönzésre, környezetvédelemre, turizmusra, sportra, civil szférára megfelelő lehetősége is ter az önkormányzatnak. És valahol a megyéknek úgy gondolom, hogy elsősorban a megyei emberek érdekeit kell, hogy szolgálják, az ő érdekükbe kell, hogy tevékenykedjenek, és nem kell, hogy elcsökevényesedjenek kvázi intézmény fenntartói szerepkörre. Arra ott vannak a települések, városok, megyejogú városok, kisebb települések, illetve ott van maga az állam is. Tehát a megyének valóban egy régiót, Ausztriában ezt tartománynak nevezik, Magyarországon a történelmi hagyományok révén megyének nevezik, valóban a megye egészét, területfejlesztését kell megfelelő erőforrások mentén úgy gondolom, hogy koordinálnia. Mi lesz például azokkal a megyei dolgozókkal, akik most például mondjuk azért dolgoznak a megyén, hogy mondjuk működjenek a megfelelő oktatási intézmények, ott legyen a megfelelő szakma és a hasonlók, tehát ővelük mi lesz? Egyáltalán például mi lesz mondjuk a megyei közgyűléssel? Természetesen először talán a dolgozókról ejtenék szót. Természetesen ezeket a feladatokat a továbbiakban is el kell látni. Tehát iskolára, egészségügyre, szociális ellátórendszerre a továbbiakban is szükség lesz. Tehát minden intézmény eddig is fontos feladatot látott el, nélkülözhetetlen fontos feladatokat láttak el, és ezek után is ezekre a feladatokra szükség lesz. Az új koordinátorrendszer, ahogy mi szoktuk nevezni, vagy teljesen más dimenzióba kell helyezni most az intézmények szerepét, vagy jelentőségét, hiszen eddig az volt a jellemző, hogy volt egy önkormányzat, legyen az megyei vagy települési, volt egy valamilyen intézménye, mondjuk egy, nem tudom, egy szociális intézménye, vagy egy iskolája, ő gondoskodott az ott dolgozók bérének a kifizetéséről, ő gondoskodott az épületnek a fenntartásáról, az épületnek a karbantartásáról, a felújításokról, a fejlesztésekről, és ő határozta meg valamilyen szinten a működési normákat is, szakmai programot, adott esetben iskola esetében pedagógiai programot véleményezhette, tehát szakmai irányelveket és valamilyen mértékű kontrollt is alkalmazott. Most az ausztriai példát átvéve, ott ugye tartományok vannak, ott a település, az épület rekonstrukció, épület fenntartás, épület karbantartás a településhez köthető feladatkör, a tartományhoz tartozik igazából a kontrollfunkció, tehát az ellenőrző funkció, a szakmai ellenőrzési funkció, és a béreket ott is az államtól kapják a adott esetben, ha most iskoláról beszélünk, a pedagógusok. Nálunk akkor most ki lesz úgymond a tartomány, aki a szakmai fele? Nálunk a tartomány szerepét, hogyha ezt az analógiát követjük, akkor a megyei, illetve majd a járási későbbiekben ugye létrejövő közigazgatási átalakítás következében létrejövő járási és megyei kormányhivatalok fogják elvégezni, tehát a szakmai kontrollt ők fogják gyakorolni. Az épülettel kapcsolatos feladatokat, az épületfenntartás a helyi önkormányzat fogja gyakorolni, és erre az eddigi teljesen igazságtalan normatíva finanszírozás helyett feladatfinanszírozás fog megvalósulni, tehát arra a feladatellátásra nyilván előre meghatározott képletek, átlagolt értékek alapján kiszámítva éves támogatásban részesülnek, konkrét a feladat ellátására kapják ezt, tehát nem fejkvóta alapján megy a normatíva számítás, ami számos anomáliát eredményezett az elmúlt években, és hát van ugye a harmadik szerepkör a bérek,
ez pedig az állam fogja továbbra is valószínűleg államkincstáron keresztül folyósítani. A dolgozóknak ez egyébként garanciát jelent, mert nem lesznek kitéve a helyi önkormányzat, vagy a megyei önkormányzat, vagy a települési önkormányzat likviditási vagy finanszírozási nehézségeinek, hiszen állami garancia lesz az ő bérüknek a kifizetésére. A település továbbra is érdekelt marad abban, vagy érdekelté válik, ha eddig nem ő volt a kvázi fenntartó, hanem számos településen a megye a fenntartó, de hát most kié az az iskola? Mondjuk a Percelmó gimnázium Siófokon kié? A Siófoké, vagy a megyéjé? Persze az épület igazából Siófoké, mégis a megyének leadta Siófok városa, mert hát gazdasági szempontokat vettek figyelembe, de mondjuk Fonyódot is említhetném szintén a gimnáziummal. Hát az ő érdekük, a települések érdeke az, hogy ezek az intézmények küllemükben, működésükben, esztétikumukban olyan megjelenést mutassanak, amely valóban a városhoz vagy a településhez méltó. Tehát egyfajta érdekeltség is párosul majd, hogy ezt a feladat finanszírozást, ezt az összeget, amit kapnak a központi költségvetésből, ezt az épületre fordítsák. És hát a szakmai felügyelet, szakmai kontroll, tehát mondjuk most leragadtunk az iskolánál, de mondhatnám a szociális vagy egészségügyi szférát is, ott pedig természetesen a kormányhivatalon belül azok a szakemberek fogják ezt a kontrollt végrehajtani, és egyáltalán nem biztos, hogy más szakemberek lesznek, tehát mivel hogy az önkormányzat feladatkörrel jelentősen átrendeződik, ezért aztán nagy valószínűséggel, hogy ilyen kontrollfunkciókra nekünk nem lesz szükségünk. Ezek a kollégák, akik eddig is bizonyították azt, hogy szakmailag rátermettek és ahhoz a témához értenek, nagyon könnyen meg lehet, hogy a kormányhivatalban fogják folytatni jövőben a munkájukat, ami igazából az utca embere számára nem is biztos, hogy észrevehető lesz, hiszen a szakmai felügyelet, a szakmai kontroll ugyanúgy meg fog történni, de nyilván a jelenlegi fenntartói szerepkör az viszont megszűnik. És hogy mi lesz az alkalmazottakkal, részben erre válaszoltam is. Tehát nyilván vagy a kormányhivatalokban fognak helyet foglalni ezeket a feladatokat ellátó kollégák ezentúl, illetőleg hát az intézmények működése is. Én azt gondolom, hogy a végső cél az kell, hogy legyen, hogy az emberek azt lássák, akár Somogy megyében, akár az egész országban, hogy az intézmények működése továbbra is megvalósítható. Viszont hogyha minden esetben, hogyha egy nagyobb rendszer alakul ki, ott sokkal több racionalizási lehetőség is van az állam számára, tehát sokkal feladatátszervezéssel és irányítás technikai lépésekkel sokkal nagyobb összegeket meg tud spórolni ezzel az állam. A cél egy hatékony és jól működő intézményhálózat megszervezése természetesen. Mi lesz például mondjuk a megyei közgyűléssel? Tehát a területfejlesztés, ennek az elbírálás, ennek a döntésére megmaradnak mondjuk a megyei közgyűlések, hogy ezt ők döntsék el, vagy mondjuk lesz egy kisebb apparátus, aki dönt ebbe? Valószínű az apparátus az csökkenni fog. A megyéknek a szerepköre a miniszterelnök úrral kötött, vagy hát elhangzott megállapodás, még egyszer mondom, szentesíteni majd a törvény elfogadásra fogja ezeket a terveket, vagy célirányokat. Az arról szól, hogy a területfejlesztés szerepkörét megerősítik a megyénél. Ez azt fogja jelenteni, hogy a hazai források, ami több száz milliárd forintot tesz egyébként ki, illetve az Európai Uniós források, ami meg ugye 1000 milliárdokban mérhető, nek az elosztása, a szétosztása az eddigi régiók helyett, ugye fejlesztési régiók voltak létrehozva Magyarországon, mi nálunk ugye a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács működött, illetve a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül megvalósuló Európai Uniós fejlesztések fölött diszponáltak ők. Ezek a területfejlesztési pénzek a megyékhez lesznek delegálva, és ezzel együtt a feladatok is. És azért tartom ezt jónak, mert pontosan a megye az a magyar történelmi egység, amely a saját fejlesztési irányait, a jövőbe vetett elképzeléseit vagy terveit hatékonyabban meg tudja valósítani, mint adott esetben egy régió. Erre szokták azt mondani a kritikusok és az újságírók, hogy hát ezt az Európai Unió kérte, hogy régiókba kell szervezni az országot a csatlakozást követően. Ez az, ami nem igaz. Az Európai Unió annyit kért, hogy olyan területi egységek legyenek elhatároltan, akik a területfejlesztést koordinálni tudják. Ő nem mondta meg, hogy hány régiót akar, azt sem mondta meg, hogy régió legyen a neve. Tehát ő neki, mint ahogy Ausztriában elfogadja a tartományt, elfogadja nálunk is a megyét. Lényeg az, hogy ez egy struktúra szerint koordinálva működhessen. Tehát a megyei közgyűlésnek egyébként már több mint a felére csökkent, ugye 40 tagú volt az előző ciklusban. Az új kormány rögtön úgy kezdte, hogy a testületeket hát volt, ahol lefelezte, volt, ahol még különféle arányok alapján még kisebb létszám jött létre. Hát a megyei közgyűlésnél 16 tagú most jelen pillanatban a közgyűlés, korábban 40 tagú volt. Nyilván a döntéseket meg kell hozni, és nagyon komoly, sokkal komolyabb döntéseket kell
majd meghozni a megyei közgyűlésnek, sem mint a költségvetési rendelet módosítása, mert éppen normatívák változtak, vagy éppen pénzmaradvány volt egy intézménynél, vagy belső átcsoportosítás. Tehát nem az intézmény fenntartói szemüveget veszi föl most a közgyűlés, hanem valóban egy területfejlesztési szerepet fog betölteni, és ezen belül rengeteg dolog belefér. Tehát belefér az infrastruktúra, a közlekedés, a vízi létesítmények, vízi közműveknek az üzemeltetése. Fölmerült ezen a megbeszélésen miniszterelnök úrral például a hulladékgazdálkodás, nagyon sok problémát hallottunk ugye hulladékgazdálkodás tekintetében, a befektetés ösztönzés, gazdaságfejlesztés, a munkaerőpiac hatékonyabb kiaknázása, a civil társadalmi kapcsolatok kérdése. Egyébként a Nemzeti Civil Alapprogramnak a hosszú távú cél az az, hogy azok a pénzforrások is a megyéhez legyenek delegálva, amit eddig a Nemzeti Civil Alapprogramhoz lehetett pályázni. Tehát a megye lesz úgymond annak a térségnek, annak a régiónak, magyarul mondva megyének a területfejlesztési központja. Tehát ha úgy tetszik, akkor mondhatjuk úgy, hogy a megye visszatér ahhoz a régi szerepéhez, ami valóban a települések menedzselését, települések fejlesztését jelenti, de ezen kívül természetesen turizmus, sport, kultúra, határon átnyúló kapcsolatok, egyéb más feladatai is lesznek. Végre eljutunk oda, hogy nem arról fog szólni egy Somogy megyei turisztikai koncepció, hogy a fióknak és a polcnak gyártjuk, és mivel, hogy ki kell pipálni a kötelező feladatot, mert eddig is delegált ezt az állam, de pénzt nem adott mellé, gyártottuk a koncepciókat halomszámra, aztán szépen elkerültek egy polcra, ki volt pipálva, hogy megtörtént, és igazából, hát mondjuk készintén lépni eddig nem tudtak az önkormányzatok ebbe a dologba. Egyébként jellemző az önkormányzatokra egy átlagos településnek, az önkormányzatának a jelen rendszerben, akár egy Balatonlelei önkormányzatnak is, ha minden feladatot összeveszünk, vagy összerakunk, akkor államigazgatási feladatok nélkül, mert az önmagában véve több ezres számot jelent, az önkormányzati feladatok több mint 4500 feladatot ró egy településre. Na most, hogyha valaki azt komolyan gondolja, hogy egy település, mondjuk egy 30-40 fős hivatallal 4500 feladatot el tud látni, akkor hát az nem biztos, hogy őszintén gondolkodik. Tehát ez a rendszer így nem működhet. Tehát ezeket a feladatokat valóban profiltisztításra van szükség, nem kell, hogy intézményfenntartó legyen egy megye, nem kell, hogy intézményfenntartó legyen egy település is, meg még az állam is, el kell dönteni, hogy ki ez a feladat, és akkor ki kell jelölni, hogy ne legyenek párhuzamosságok a rendszerben, hanem valóban a költséghatékonyság elve alapján mindenkinek jó körülhatárolt feladatok, ezek mellé rendelt forrásokkal. Tehát így kell kialakítani ezt az új rendszert, ami nem biztos, hogy egy hónap alatt, vagy egy hét alatt, vagy két hét alatt, majd 2012. január 1-től, ez már csak a személyes véleményem, mindjárt gördülékenyen fog működni, hiszen az elmúlt rendszernek is kellett 20 év, hogy kiforja magát, és hát sajnos most már látjuk, hogy nem jól forta ki magát, de biztos, hogy kell ez a ciklus, én úgy gondolom rá fog menni arra, hogy ez a mechanizmus, ez a struktúra beindulhasson, és valóban az emberek ebből érzékelhető pozitív változást tapasztalhasson. Most beszéljünk akkor a polgármesterekről, hogy nem lesz inkább túlzottan sok a protokoláris szerepük, inkább és kevésbé mondjuk a súlyozza akár mondjuk a döntéseket, illetve hát hiszen ugye nem kell egy intézményt, nem kell arra oda, akkor konkrétan odafigyelni pontosan rá, hogy na most akkor ennyi az igazgató megcsinálta, amit kellett. Tehát nem lesz egyfajta inkább ilyen protokoláris kirakat bábú szerepük a polgármestereknek. Az eddigi rendszer az úgy működött, hogy ugye a polgármesterek mindenhol választott polgári foglalkozással rendelkező speciális jogállású köztisztviselők voltak, illetve még mind a mai napig azok is, és hát bizony olyan államigazgatási feladatok felett is kellett nekik dönteniük, ami sem a képzettségüktől, és most tisztelt a kivételnek, mert lehet, hogy valaki éppen mondjuk jegyzői végzettséggel polgármesterkedik, de nem ez a jellemző, sem a képzettségük révén, sem a rutinjuk, a tapasztalataik révén nem lenne indokolt, hogy ő nekik a szociális segélyekkel kelljen foglalkozni, hogy nekik az okmányirodai feladatok, vagy a gyámhivatali feladatok fölött kelljen, hogy döntéseket hozzanak, hanem úgy gondolom, hogy a polgármesternek az elsődleges feladata, nyilván a protokoláris feladat is van, de az elsődleges feladata a polgármesternek a település menedzsment, a település fejlesztés, és talán akkor kapunk majd egy igazán objektív képet, hogyha két polgármesternek a tevékenységét össze akarjuk hasonlítani, hogy melyik volt sikeresebb, amikor ez az új rendszer majd működésbe lép. Hiszen nem az lesz, hogy az egyik polgármesternek azért van jobban megkötve a keze, mert mondjuk egy nagyobb várost irányít, sokkal több az intézménye, ami alulfinanszírozott, tehát kevesebb kapacitást tud felszabadítani arra, hogy valóban a települését menedzselje, a települését fejlessze, vagy ha akarja tartani a lépést,
akkor hát bizony eladósodik. Vagy jobban eladósodik, mint a kisebb települések. Hát most is az a tendencia egyébként, hogy a kisebb települések kevésbé vannak eladósodva, mint a nagyobbak. A megyejogú városok esetében, az előbb említettem, hogy a megyéknél 130 milliárd az eladósodottsága, a megyejogú városok esetében ez az összeg, ez 630 milliárd. És ugye említettem, hogy 1400 milliárd fölött van a teljes önkormányzati szektor eladósodottsága. Tehát ez azt jelenti, hogy a megyejogú városok a 19 megyében, de nem 19 megyejogú város van, mert azt hiszem még 5 megyejogú város van, ugye van olyan megye, ahol 2 megyejogú város is van. Tehát a 21 néhány megyejogú város közel felhalmozott az elmúlt években akkora adósságállományt, mint az összes többi kisváros, falu, kistelepülés összességében. Nyilván több feladatot kellett nekik ellátni, több intézményt kellett nekik működtetni, és hát ebből jóval nagyobb eladósodottság is következett. Tehát én úgy gondolom, hogyha lesz két egyforma település hasonló paraméterekkel, akkor nagyon jól le lehet majd a szűrni az új rendszerben, hogy melyik polgármester tudott többet elérni, hiszen amiatt nem kell, hogy fájjon majd a polgármesternek a feje, hogy ő neki mondjuk 300 alkalmazottat el kell tartani, holott mondjuk a másik településnek csak éppen 50-et. Tehát nem a bérekre, a bérjellegű kifizetésekre fog elmenni az ő tevékenysége, hanem hogy tud lobbizni, milyen pályázatokat tud, milyen koncepciókat, milyen stratégiákat tud felállítani a város vagy a település fejlesztése érdekében. És ez egyébként Nyugat-Európában így működik. Tehát nem kell a polgármesternek véleményem szerint államigazgatási feladatokat ellátnia, ezért voltak eddig a jegyzők, és egy picit talán, és ezt jogászok mondják, nem én, hogy a 90-es évek, vagy a 1990-ben megalkotott önkormányzati törvény egy picit túl naív is volt, mert ezt a kettőt szerepkört eléggé összemosta. És most erre lesznek majd a járási kormányhivatalok, hogy ezeket a feladatokat átvegyék, és a polgármesternek, a polgármesteri hivatalnak valóban a területfejlesztés lesz a feladata, többek között a megyéhez pályázhat, vagy éppen egyéb más területfejlesztési forrásokhoz pályázhat annak érdekében, hogy fejlődjön a települése. Tehát akkor te most úgy gondolod, hogy ez egy hosszabb távon egy pozitív folyamat lesz? Hát egy biztos, tehát a rendszer ebben a formában önmagát eltartani nem tudja. Ez jól látható. A elmúlt évek arról szóltak, hogy folyamatosan újra termelődött a hiány az előbb említett problémák miatt, és folyamatos elszámolási viták alakultak ki az önkormányzat és az állam között, pontosan az igazságtalan normatíva rendszer révén, az önkormányzatok és az önkormányzatok társulásai között, vagy éppen önkormányzat és önkormányzat között. Most ez az elszámolási vita, ez csak úgy oldható meg, hogyha a rend az helyreáll, hogyha a rendszert azt valóban kitisztítjuk, egyértelmű feladat és hatáskörök lesznek delegálva az egyes különféle szervek mellé, települési önkormányzatok mellé, megyei önkormányzatok mellé és a kormány mellé, és valóban azért felelős is lesz. Tehát nem véletlenül az új önkormánytörvényben lesz szankcionálás is, hogyha egy polgármesterre, vagy egy településvezetőre, vagy egy képviselőre, vagy egy önkormányzati bizottságnak az elnökére egyértelműen bizonyítható lesz az, hogy ő azzal a hitelfelvétellel, vagy azzal a gazdasági döntéssel igen-igen komoly hátrányba sodort a települését anyagilag, akkor ő neki szankcionálva lesz, ugye most 5 évesek lesznek az önkormányzati ciklusok, nem 4, akkor ő 2 ciklusból kimarad, magyarul 10 évig, jelenlegi mi ismétlem, hogy terv, tehát nem tudom, mi lesz elfogadva a jelenlegi terv szerint, akkor ő 2 ciklusig nem lesz választható. Tehát nem lehet majd azt elkövetni, amit nagyon sok esetben látunk az elmúlt különösen 8 esztendőben, hogy nagyon sok település eladósodott a végletekig, és látszólag egyébként az országra ugyanez igaz, és látszólag nagyon-nagyon nehéz szankcionálni, nyomon követni és felelősségre vonni ezeket az elkövetőket. Hát ennek a rendszernek most vége lesz, és a végső szempont érzésem szerint az, hogy nem a köztisztviselők szemszögéből kell nézni az új rendszert, és nyilván a köztisztviselők a régi mechanizmusok és a régi algoritmusok szerint gondolkodnak, és nekünk is nehéz az intézmény fenntartói koordináta rendszer keretei közül kilépve ezt az új rendszert megtanulni, de Nyugat-Európában jól működik, és hogyha az emberek érdeke ezt kívánja, akkor úgy gondolom, ezt kell tenni. És én bízom benne, hogy sikeres is lesz. Ha Nyugat-Európában így sikeres, akkor én bízom benne, hogy nálunk sikeres lesz, és végre Magyarország sikeres ország lesz. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad velünk az önkormányzati törvénnyel kapcsolatos eddigi tudnivalókat. Nagyon szívesen. Nézzük máskor is. Köszönöm. És köszönöm a kedves nézőknek, hogy ezúttal is minket választottak.